Köszönöm a nézőnket, szervusztok! Monoszkóp, ez a címe a Partizán legújabb adásának, amelyből már a harmadik epizódot láthatjátok, tegnap került ki a csatornánkra. A műsor vezetője, ötletgazdája Tóth Jakab, aki most a vendégem lesz, egy kicsit jobban is megismerhessük őt. Mielőtt azonban bemutatnám, mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, illetve ha lehetőséged már, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkjét megtalálod a leírásban. Kezdjük! És akkor szervusz Jakab, köszöntelek a stúdióban. Szia Marci. Voltál már itt ugye a nézők legelőször az amerikai elnökválasztás kapcsán szervezett adásunkban találkozhattak vele, csak akkor egy szobával arrébb voltál, és onnan jelentkeztél be a legfrissebb választási eredményekkel. Viszont ami eddig szerintem elmaradt, bár valamelyest meséltél róla a Monoszkóp első adásában, de mégis szerintem röviden mondd el, hogy ki vagy, honnan érkeztél, mit lehet tudni rólad? Hát semmi különösebben extra, Miskolcon születtem, oda jártam gimnáziumba. Drámatagozatra, ami akkor ilyen nagyon nagy dolognak tűnt, és akkor ott színész akartam lenni, aztán kitaláltam, hogy rendező szeretnék lenni. Akkor abból lett a SFI-re való felvételizgetés és az ELTE-n való tanulás, filmelmélet és esztétika szakon. És az SFI milyen szakra jártál? Az SFI-n televíziós műsorkészítőre. Hát az úgy nézett ki, hogy háromszor felvételiztem csak rendezőre, aztán utolsó körben mondtam azt, hogy jó, akkor beadom mindenre, amire van egy pici affinitásom is, és akkor döntse el a dobókocka, és el is döntötte a dobókocka. Mert maga az intézmény volt ennyire fontos, vagy ennyire vonzó? Persze, hát ez főleg Miskolcról az a mennyek kapuja. Szóval, hogy a Szent Királyi utca nekem, mert hogy ugye a filmes kar az ott van, volt, az a mennyek kapuja volt, szóval az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fetisizált, érdekes csoda világ, amiben mindenképpen be akar kerülni az ember. Te hanyadéves korodban kaptad a nyakadba ezt az úgynevezett modellváltást, aminek a keretében gyakorlatilag szétrobbantották az SFI-t alólad is? Én másodéves voltam. Ebből a világból sokat nem ismertem meg, mert jártam oda fél évet, aztán ugye bejött a Covid, aztán meg elfoglaltuk, és akkor majd megint csak valami más csináltunk, mint ami a hivatalos tanrend. Szóval igen, másodéves koromban volt ez. Most már ugye több, csak egy kicsit beszélünk az SFI-ről, többekről lehet tudni azt, hogy külföldi egyetemek veszik át őket, vagy valamilyen más módon fogják majd befejezni a tanulmányaikat. Mit lehet tudni? Te most maradsz az SFI-n, vagy milyen módon lesz neked majd diplomád, édesfiam? Nem, mi nem maradunk az SFI-n, nekem nem kellett ez a papír, már hogy amit ott az új vezetés ad. És az osztályom is így volt vele, az egész osztályunk ki lett mentve a Free SFI által, ebben az Exit Plan nevű tervben, és minket is átvett egy másik egyetem, és mi ott fogunk diplomát szerezni. Megnevezhető az az egyetem? Megnevezhető az a különbség, hogy minket nem a szolidaritás jegyében, hanem egy szimpla átjelentkezéssel vettek át a Metura, ami egy olyan átjelentkezés, amit bármelyik egyetemista megtehet, hogyha egy hasonló szakra szeretne átjelentkezni, és be tudja számítani a krediteit. Szóval, hogy ez egy ilyen viszonylag egyszerűbb, kevésbé teatrális menekülés volt. Mi a tévés ősélmény? Kérdezem úgy, hogy ugye rendező akartál lenni, vagy színész még korábban, aztán rendező, most pedig televíziós műsorkészítőként tanulsz, és hát a Partizánban is televíziós műsorkészítőként, vagy hát műsorkészítőként debütáltál. Tehát mi a közöd a televíziózáshoz, vagy mi a közöd a mozgóképhez ilyen szempontból? Ez összefügg ez a kettő. A televíziózáshoz, hogy jobban belegondolok, nagyjából semmi. Szóval, hogy így sose disztingváltam így a fejembe, hogy akkor most így tévé, videó, YouTube, társai, hanem így ez a mozgókép, meg ez a képpel való mesélés dolog, bármennyire is ködös és patetikus ez, valahogy mindig ez vonzott, mert szavaknak nem biztos, hogy én vagyok a legjobb mimelője, de valahogy így a képeken keresztül is sokkal szimpatikusabb nekem a mesélés. Viszont rendezőnek, filmrendezőnek meg túl didaktikus vagyok, szóval valahogy ebből jött a tévé szerintem. Ugye a Partizánban te legelőször, tehát tökéletes a te pályaid a Partizánon belül, mert ugye stúdióasszisztens voltál, később bejátszó kereső lettél, szerkesztőként dolgoztál, és most már van egy saját műsorod. Mit kell tudni a Monoszkópról? Ugye aki esetleg nem látta volna, az mindenképpen nézzen meg legalább egy adást. Itt alapvetően egy televíziós személyiséget, illetve egy youtubert ültettek össze, illetve pontosabban mutatjátok meg egymásnak a munkáikat, és próbáljátok őket valamifajta reflexiókra rábírni. Honnan jött az ötlet, és miért pont ezzel a műsorral éreztem, úgyhogy debütálni szeretnél a Partizánon? Ezt nem az előzte meg, hogy én olyan nagyon kutattam volna ezeket a dolgokat vagy témákat. Szimplán annyit történt, hogy engem érdekelt az, hogy mi az a generációs különbség, ami itt így létezik a társadalmon belül, és mi ennek a megformálása, vagy a manifestuma a médiában. Mert hogy azt néztem, hogy oké, akkor itt vannak ilyen tévés nézettségi adatok, amik mondjuk úgy néznek ki konkrétan, hogy főműsoridőben a két legnézettebb kereskedelmi csatornának a 18-49-es korosztályban már, hogyha 200 000 nézőjük van, akkor nagyon boldogok.
És ennek a többszörösét tudja produkálni egy youtuber, egy 20 éves fiú, vagy 10 éves fiú egy szál kamerával, úgyhogy senki nem tud róla azon kívül, aki őt követi. Szóval, hogy egy teljesen elszigetelt burok. Én nekem ugye ilyen X-generációs fiatalként, nekem ilyen nagyon képbe kéne lenni ezekkel a dolgokkal, fogalmam nem volt. Mielőtt elkezdtem utána nézni az embereknek a monoszkóp miatt, én nem tudtam, hogy léteznek ilyen buborékok, ahol hatalmas sztárok élnek közöttünk és járkálnak közöttünk, mert félmilliós, milliós nézettségeik vannak. De egyáltalán azért nem tudtam róla, mert egy teljesen másik buborékon belül léteznek. És ez kezdett el érdekelni, hogy vannak ezek. És egyébként ez kölcsönös, szóval, hogy a fiatalok, akik YouTube-on saját műsorokat csinálnak, és hatalmas elérésük van, ők se feltétlenül ismerik azokat a tévés embereket, akik ezt az egészet elkezdték mondjuk Magyarországon csinálni, és ezt a kettőt próbáltam valahogy összekötni, hogy vajon mi történik, hogyha ők találkoznak. Mert szóval szar nézni, hogy elkülönülnek egymástól emberek, akik igazából ugyanazt csinálják, hasonló nyelven kommunikálnak, de mégse ismerik egymást. És mi a megfejtésed, hogy miért van ez az elkülönülés? Ez már konkrétan a két médium közötti demarkációs vonalat mutatja meg a fizikai valóságban, hogy hogyan különülnek el az elvileg ugyanúgy mozgókép készítéssel foglalkozó generációk, vagy van valami más oka is, ami kicsit rejtettebb? Mi a megfejtésed? Egyelőre én azt látom, hogy ezek formai különbségek. Szóval, hogy tartalmi kritika igazából a tévével kapcsolatban mondjuk nincsen, mert ugyanaz a trash tartalom megjelenik a YouTube-on is, mint ami a tévékben. Gyakran, inkább a nyelv teljesen más, amivel kommunikál egy internetes tartalomgyártó, mint amivel egy tévés tartalomgyártó kommunikál. Ami meg szerintem ott tetten érhető, hogy nincsenek igényei. Szóval, hogy aki elkezd valamit csinálni a YouTube-on, az saját magából dolgozik. Nem akar ő mindenkihez szólni. Nem lesz legajazva a kommunikációja a lehető legegyszerűbbre, hanem hogyha ő egy szubkultúrát kinéz magának, akkor a szubkultúrának a nyelvén fog beszélni, és emiatt sokkal alanyibb, sokkal őszintébb, és emiatt sokkal hitelesebb tud lenni nagyon sok ember szemében, mint a mainstream média képviselői. Mi számodra a YouTube? Te voltál valaha fönt saját csatornában, vagy inkább csak fogyasztója voltál a tartalmaknak? Volt egy házi feladat, aminek a keretein belül csináltam egy ilyen rövid YouTube sorozatot, amit nagyon élveztem egyébként, mert tényleg kötetlen és tényleg lehet... De kreatorként soha nem mozgatta meg a fantáziádat? Nem. Valahogy nekem sokkal bitalmatlanabb voltam mindig a önjelölt megmondók, egy személyes youtuberek világával. Azt képest kikötöttél a Partizánban. Hát de azért az más, mert ez itt nem a kiskonyha, nem tudom, látszik-e. A Slime-es korszaktól idegenkedtél volna inkább? Nem, a Slime-es korszakban tetszett meg a dolog. Hát pedig ez aztán végképp a megmondásnak a magas iskolája volt. Hát a megmondásnak a magas iskolája, de azért nagy különbség van a között, amikor sziasztok, hello, na akkor az van, hogy a múlt héten láttam valamit, és akkor megmondom, az is Slime-be, az nekem azt tetszett, hogy ott láthatóan egy felépített ívű, hogy mondjam, kicsit old school dramaturgiával működő dolog volt, nem pedig az, ami forma nélkül, csak úgy oda van rakva eléd. A forma valahogy nekem hitelesít, szerintem ez lehet a dolog mögött. Aztán ezzel meg mások nem biztos, hogy így vannak, sőt, éppen ellenkezőleg más meg a forma, a megformáltság az, ami ledob, és amiatt tűnik hiteltelennek valami. Insta, TikTok, Snapchat, bármi ilyesmi? Tehát van-e olyan platform, ahol te magad állítasz elő bármifajta képes vagy mozgóképes tartalmat? Instagramom lett idén. De az csak ilyen privát felhasználásra? Nem, igazából azért, hogy meg tudjam nézni, mi van a Partizánnak az Insta oldalán, szóval, hogy konkrétan erre használom. Nem. Tehát munkahelyi kötelezettség volt. Hát meg egy kicsit narcisztikus önkiélés, hogy amikor kikerültek ilyen monoszkópos posztok, akkor így meg tudjam nézni, hogy mik a reakciók, de ennyi. Szóval, hogy én nekem Facebookon van. De nem is érdekel igazából az a helyzet. Én nagyon félek is ezektől a dolgoktól, valószínűleg azért is keresem, meg azért is érdekel, mert tök ijesztő. Az, hogy nekem éppen elég időt és energiát vesznek el dolgok abtól, amit szeretnék csinálni, és hogyha még ebbe belegondolok, hogy még ráraknék még egy applikációt, amit végig kell pörgetnem reggelente, vagy még kettőt, akkor az meg minek? Nem tudom. Szóval, hogy van egy ilyen furcsa maradi álláspontom ez az egésszel kapcsolatban, de nem elítélem, vagy nem izé, csak érthetetlen számomra. És ezért is csinálom egyébként ezt a monoszkópot, nem azért, mert van róla egy nagyon határozott álláspontom, hanem mert szeretném megérteni. És szerintem nem vagyok egyedül egyébként azzal, hogy teljes értetlenséggel állnak emberek az ilyen különböző social media platformok felé, hogy minek ez, miért jó ez, most ez szórakozás, vagy ez most megint egy formája annak, hogy kommunikáljunk az emberekkel, vagy népműveljünk, vagy amiről pont az előző adás szólt, vagy miről szól ez az egész. És ezt én is meg akarom fejteni, mert fogalmam sincs.
Beszéljünk mindjárt magáról az adásról, csak még egy picit szeretném, hogyha a YouTube-ra reflektálnál. Én most pont a hosszú hétvége kapcsán mélyedtem el újra megint abban, hogy Amerikában jelenleg konkrétan mi a funkciója, a társadalmi funkció a YouTube-nak. És azért elég szélsőségesen azt lehet látni, hogy vannak ugye ezek a különböző beauty, gaming és egyéb életmód tartalmak, amiknek különösebb politikai orientáltsága látszólag nincs. És hogy ez így csodásan fedi el azt, hogy egyébként Amerikában a YouTube az így a legszélsőségesebb fehér felsőbbrendűség, rasszizmus és más típusú kirekesztések, homofóbia, stb. Ilyen elsődleges és meghatározó platformja, és így nagyon sok mozgalom küzd azzal, hogy megpróbálja valamilyen módon regularizálni a YouTube-ot, rávenni arra, hogy ne engedje az ilyen gyűlölettartalmakat burjánzani, de egész egyszerűen lehet látni, hogy olyan komoly tőkeérdek van abban, hogy ezekkel a tartalmakkal pörgessék a nézettséget, a feliratkozó számot és így tovább, hogy semmit nem hajlandó a YouTube tenni annak érdekében, hogy a nem kifejezetten életet fenyegető tartalmakat, de abszolút felbújtásra alkalmas, ezt láttuk ugye a különböző megmozdulások kapcsán, amelyek mondjuk ilyen tartalmak előállítói által inspirálódtak. Szóval, hogy nem hajlandó bármilyen módon fölépni és felelősséget vállalni ezekért a kreátorokért. Most Magyarországon nem ennyire szélsőséges a helyzet, szerencsére még, de azért azt lehet látni, hogy alapvetően itt is az életmód, beauty és egyéb vonalak elképesztő mértékben dominálnak. Szerintem ennek is van politikai üzenete, tehát szerintem annak van politikai üzenete egy ilyen társadalomban, hogyha fiatal fiúk egyébként, nem tudom, luxuscikkeket próbálnak ki, és luxusautókat veretnek, és akkor utána pedig egy ilyen vágyakat keltenek a nézőikben. De először ez egy másik kérdés, kifejezetten közéleti politikai tartalmak elvétve, ha egyáltalán. Van egy-két meghatározó YouTuber, akinek mondjuk a szavára adnak, de nem lehetne azt mondani, hogy ez egy domináns irányzat lenne a YouTube-on. Úgyhogy ezért is kérdezem, hogy te, mint fiatal, az én számból akkor is milyen hangzik, de hát így van, fiatalabb vagy nálam, bassza meg. Szóval, hogy egy fiatal tartom előállító számára mit jelent belépni erre a platformra ilyen körülmények között, ilyen előtörténettel, ami ennek a platformnak a sajátja, és ilyen jelennel, ami ennek a platformnak a sajátja. Szerintem éppen ez benne a kaland. Hogy azért a YouTube, mint platform, még csak nem is a Partizánra úgy általában van kitalálva, meg az ilyen jellegű tartalmakra. Sokkal egyszerűbb az ő piaci logikája, ha úgy tetszik. És nem tudom, hogy felülről vagy alulról alakult így, hogy például a beauty, meg a gaming, meg a társai nagyon népszerűek lettek, meg igazából tulajdonképpen talán ez az, ami a zene mellett a legnagyobb piaci tőkét megmozgatja a YouTube-on. Itt azért alkotói oldal is benne van, hogy itt az emberek pénzt is szeretnének ezzel keresni. És hogyha még ez nem is olyan erős az alkotói oldalról, hogy én pénzt szeretnék keresni azzal, amit csinálok, akkor ugye jönnek a különböző partnercégek, amiknek egyébként állítólag már a hatásuk egyre csökken. De ugye a partnercégek azok azért vannak itt, hogy a különböző kreatoroknak vagy tartalomelőállítóknak azoknak szponzorációkat biztosítsanak. És hát minél sematikusabb valaki, minél egyszerűbb, minél kevésbé megosztó, annál jobban lehet ugye vele eladni a dolgokat. És ez sok alkotónak is vonzó, ugyanúgy, mint ahogy a különböző cégeknek. Ez érdekes, hogy hogyan dominálják le esetleg ezt a platformot olyan készítők, akik nem így önerőből építenek fel valamit. Ez egy érdekes dolog, ezzel megoszlanak a vélemények egyébként alkotói szemszögből is. Van, aki szerint ez jó, most ez így van, de már kiveszőben van. Van, aki szerint pedig így gyakorlatilag kínszenvedés megmaradni úgy, hogy te nem hajtasz fejed senki előtt, csak magadnak. De és ez a te tartalom előállítói ambícióidat hogyan befolyásolja? Vagy hogyan gondolkodsz a szakmai pályaidról, hogyha gondolkodsz ilyesmiről, hogyha azt látod, hogy most a YouTube lehet mondjuk egy olyan platform, amelyen keresztül fölépíted a saját műsoraidat, fölépíted a magad publikus arcélét? Én szerintem a YouTube-on ez, amit a Partizánban is történik, ez a közösségi finanszírozás az, ami a legbiztonságosabb talán, vagy a legkevésbé, hogy mondjam, kompromisszum igényes fenntartási forma. Én nem szeretnék személy szerint olyan dolgokba belemenni, hogy akkor most a Coca-Colát kelljen nekem iszogatni, miközben beszélgetek valakivel. Ez lesz, hogy a Partizán nem fenyeget, ezt megígérem. Ez megnyugtató. Mi a Pepsivel szerződtünk. Ja. Ugye a Monoszkóban az a lényeg a dolognak, hogy van egy idősebb és van egy fiatalabb vendéged, és az idősebbek, amiről beszéltünk, ők ugye alapvetően kiérlelt televíziós személyiségek, a fiatalabbak pedig feltörekvő youtuberek. Az eddigi három adás alapján te mit látsz
Van-e olyasfajta ambíció, hogy például mondjuk annak kapcsán, hogy így fölismerik azt, hogy léteznek ezek a különböző szinterek, valamifajta kollaborációban, együttműködésben elkezdenének gondolkodni? Tehát mondjuk látsz-e olyasmit, hogy a műsor hatására például azok a youtuberek, akiket bemutattatok az idősebbeknek, esetleg nem tudom én, felkeltette ez bennük az érdeklődést, vagy pont ellenkezőleg az idősebbekben esetleg föltámadt az igény arra, hogy akár még meg is innék, nem tudom, egy kávét, nyilván most pandémiás időszakban ez nehezebb, de valamilyen módon megpróbálni kapcsolódni ezekhez a srácokhoz. Én aztán javítson ki bárki, aki volt a műsorban, hogyha tévedek, de nem láttam olyat, hogy a két megjelenő ember nagyon szeretne közeledni egymáshoz. Én szerintem sokkal inkább az lehet a cél, hogy a néző, aki nézi ezt a műsort, az látja ezt a két embert, és ő tud mind a két világhoz közeledni. Mert maguk a személyek szerintem annyira külön világban dolgoznak és működnek, hogy én azt gondoltam, hogy ez egy hasonló történet. Ez média-média. De igazából olyan, mintha egy vadgazdálkodót egy sóbányásznak mutatnál be, és megkérdeznéd, hogy hú, milyen közös eszközeitek vannak, és akkor így mondják, hogy hát semmi. És érdekes, kamera, média, kommunikáció. De hogy így köszönik szépen, jól el vannak a saját szférájukban. És a youtubernek sem előrelépési lehetőség a tévé. A tévések között, már nem a tévés bemondó személyiségek között, hanem inkább az ottani szerkesztők között, azért van mindig erre egyfajta törekvés, hogy na rántsunk be fiatalokat, rántsunk be youtube-os arcokat, akik majd hát, hogyha hoznak nézőket. Ez egy ilyen kicsit ilyen széllel szembe önmagunkon könnyítés szerintem, de van erre tendencia, aztán újra és újra az a tapasztalat, hogy ez nem biztos, hogy együtt tud dolgozni ez a két platform. Viszont ez annál inkább változtatja mind a kettőt, azt veszem észre. Szóval, hogy ahogy a tévé például átkezd váltani abba, hogy oké, akkor én annak fogok szólni, aki még hajlandó ebbe a rögzített műsor struktúrába beleállni és nézni a tévét, akkor én hozzá fogok szólni, kizárólag szórakoztató funkció az, ami meg fog jelenni rajtam. A YouTube-on pedig vannak tematikus csatornák, mint a Knights and Generals például, angol vagy amerikai csatorna, 1.700.000 feliratkozó, semmi más nem tud, semmi csili-vili nincsen, 2 órán keresztül történelemről mesél egy narrátor. Zabálják, több millióan nézik. Mert hogy több millió embert érdekel angol nyelven a történelem. És az simán meg tud maradni egy tartalmas dolog is. Ami mondjuk egy tévébe, egy 24 órába, mondjuk ha 24 óra a adásrend, akkor nem fér bele. Minden adás elején van egy monológod, ami szerintem egyrésztről iszonyú szórakoztató, másrészt nagyon jól szerkesztett. Ezt ki csinálja, vagy hogyan csináljátok ezeket? Abszolút te írod, te válogatod össze a bejátszókat is. Hogyan épül fel egy ilyen monológnak az elkészítése? Hát a monológ is, és az egész adás is, leginkább a Laki Gergely, ős partizános, a Szennyhullám alkotója. Ő és az én munkám tulajdonképpen, a monológ és maga a formátum is. Úgyhogy ez igazából így épül fel, de még annyira az elején vagyunk, meg annyira pilot jellegű ez a páradás, hogy még folyamatosan alakul a munkamódszer is, folyamatosan alakul az is, hogy hogyan készül el bármi, meg hogy hova kerülnek a hangsúlyok az időben, hogy mi mennyi ideig tart, hogy most egy monológnak mennyi időt hagyjunk, nem tudom. Egy interjúnak, egy szembesítésnek mennyi időt hagyjunk, ezek még így kiforrogatnak, hogy talán hogy a legerősebb, vagy hogy a legjobb. Kommentben elfogadjuk a hozzászólásokat, mert mi se tudjuk, csak próbálkozunk. Ugye 2 adást lehetett eddig látni, mikor veszük fel ezt az interjút, én a harmadik adást még nem tudtam megnézni. Mit lehet elmondani a harmadik adásról, mivel ajánlanád a nézők számára a megtekintését? A harmadik adás szerintem azért lett érdekes, mert pont erről beszélgetünk, amit már kicsit említettem, hogy most mi a médiumok felelőssége abban, hogy információt és tudást adjon át. Szóval, hogy kell neki, kell a tévének, kell a YouTube-nak azzal foglalkoznia, hogy művelje az ő saját közönségét, van nekik ebbe felelősségük, vagy sem, és mindenki sütögesse a saját gesztenyéjét és csinálja, amit szeretne. Nem tudom, hogy van-e benne megfejtés, szerintem inkább ilyen vitaindító kicsit inkább maga az adás, de mondjuk ez nekem célom is, hogy nem biztos, hogy én tudom a tutit, nem biztos, hogy Máté Krisztina tudja a tutit, még csak az sem biztos, hogy Dóczi Attila tudja a tutit. Ugye a két vendég az adásban. Vendég, igen. Nem tudom, hogy ki tudja a tutit, de ebből szerintem valami jó vitaindító kijöhet. Máté Krisztina volt az osztályfőnököd is, ennyit talán el szabad árulni, és ezzel nem árulok el titkokat. Volt ebből bármifajta konfliktus, vagy hogyan reagáltál arra a kérdésfelvetésre, amivel te megtaláltad ebben a műsorban ezt a fajta felelősséget tematizálandó, amit műsorkészítőként esetlegesen neki viselnie kellene? Hát meglepte a kérdés. De én szerintem az ő attitűdje egyébként tanárként is, meg ebben az interjúban is, az volt, hogy ő segítsen, mert ő van egy felelőssége
a diákjai felé, és ezt soha nem is felejti el szerintem. Ő azért mindig mondja, hogy ő kicsit ilyen anyukája a diákoknak, és ez igaz is. Szóval, hogy ő egy felelősséggel gondolt erre az egészre, hogy oké, akkor hogy tud segíteni abban, hogy én akkor, ha ezt akarom csinálni, akkor csináljuk. Nem volt ebben egyfajta kritika a részedről, amit esetleg az ő oktatói pedagógiai tevékenységével szemben próbáltál így a műsoron keresztül tematizálni? Freudi magasságok, hogyha már ilyen anyuka és... Vagy mélységek, hogyha a tudatalattit nézzük, igen. Nem hiszem, szerintem inkább az ő működése, mint televíziós személyiség volt a téma, és az is érdekelt engem igazából, mint sem a tanári működése, mert egyfelől abból én igazából elég keveset láttam a Covid, a kialakult helyzetek, és abból kiindulva, hogy eleve csak másfél éve vagyok azon az egyetemen, annak nem akartam és nem is tudnék kritikáját megfogalmazni. Sokkal inkább érdekelt az, hogy egy olyan ember, aki úgy került be az első kerttévés adásába, hogy kell egy szőkenő, az hogy tudott egy igazán hiteles és karakán képet kialakítani magáról, ami aztán nagyon sok mindenen átment, mármint ez a média személyiség, nagyon sok mindenen átment a médián keresztül. Engem igazából ez érdekelt ebben. És akkor egy záró kérdés. Ez abszolút személyes, számomra a második adás volt talán még érdekesebb, mint az első, és ez is elsősorban valószínűleg a Hajós András személye miatt, aki lefegyverző őszintességgel reflektált arra ebben az adásban, annak is a legvégén, hogy az ő kereskedelmi tévés tevékenysége milyen kritikával illethető, hogy hogyan nem volt képes azokat a kereteket, amiket a kereskedelmi tévé támasztott a saját szájéze szerint alakítani, hogy gyakorlatilag fel kellett ismerni azt, hogy itt egy olyan gépezettel van dolga, amiben neki alkotó részként van maximum szerepe, de hogy szuverén alkotóként, aki mondjuk megszabhatja azt, hogy milyen vendégek jönnek, hogyan viselkedünk velük, ugye itt konkrétan ez a Benne leszek a tévében című produkcióról van szó, tehát aki miközben ugye el van várva, hogy felelősséget vállaljon, hiszen az arcát adja a műsorhoz, de közben nincsen megadva a lehetőség ahhoz, hogy akkor rendben van, akkor mondd is meg, hogy hogyan néz neki az a műsor, ami szerinted jó, megfelelő, számodra is egyébként az integritásodat nem sértő, és hogy ez erről szerintem a nyilvánosságban ilyen nyíltsággal még talán nem beszélt. Számodra mi volt a ilyen értelemben véve legizgalmasabb pontja, akármelyik résznek is, ami eddig adásba került? Hát ez érdekes, mert én is a mostani második adást, a Hajós András Fekete Ádám interjút mondanám. Csak mondjuk pont az ellenkező oldaláról, nekem húgomi mozgássérült, és nekem nagyon fontos volt az, hogy ezt valahogy ezzel a témával foglalkozzak, úgy, ahogy tudok. És vannak ugye dokumentumfilmes megoldások arra, hogy akkor ilyen érzékenyítő, és nem tudom, nyomor, pornóba hajló társadalmi érzékenyítések, ettől engem mindig a hideg kirázott. Viszont itt volt Fekete Ádám, és itt volt Hajós András, akik ráadásul két elég különböző fizimiskájú karakter, mégis ugyanúgy konfliktusban vannak a testükkel valamilyen formában. Nekem ez volt az, ami igazán érdekes volt abban az adásban, illetve az egy csoda, hogy a Fekete Ádám ilyen jól összeszedetten és korrekten tud beszélni erről az egész témáról, úgyhogy nyakig benne van. Ergo elég hiteles személyiség ebben a kérdésben. Az pedig, hogy a Hajós konkrétan kimondott-e már ilyen kritikákat, azt én nem tudom. Nem hallottam én se egyébként másütt, hogy ezt így ennyire szóvá tette volna. De ugyanakkor meg az ő története meg egy sikertörténet, és érdekes, hogy a YouTube-on lett sikertörténet. Szóval, hogy igen, pontosan egy ilyen gépezet volt az, ami őt nem hagyta működni sokáig, aztán a saját lábára állt, úgy mondjam. Nagyon hülyé hangzik így, 25 évesen megmondom, hogy hát igen, azért nagyon boldog vagyok, hogy a Hajós András végre a saját lábára tudott állni, de akkor is megcsinált valamit így a semmiből. De ezeket szerintem nem kell magyarázni, hogy milyen az, amikor a YouTube-on felépítesz saját magadtól valamit. Csak az ő élete az nagyon jól példázza azt, hogy ez miért nem ilyen egyszerű egy kereskedelmi tévében például. Elárulható, hogy kik leszek a következő vendégek? Nem. Jó, hát akkor érdemes követni a Facebookon a híradásokat, és akkor majd... Amint kitalálom, én közé teszem. Jó. Jakab, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, sok sikert kívánok a Monoszkóphoz továbbiakban is. Örülök, hogy itt vagy a csapatban. Köszönöm szépen.
Ez volt a beszélgetésem Tóth Jakabbal, a Monoszkóp című új műsorunknak a műsorvezető szerkesztőjével. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, illetve a lehetőségben, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, illetve, hogy nem szeretnél patronálunkká válni, de szeretnél hozzájárulni a működésünkhöz, akkor van egy bankszámlaszámunk, illetve egy PayPal elérhetőségünk is, ezeken keresztül is köszönettel vesszük minden forintot, amit eljuttatsz hozzánk. Van még egy like, illetve egy dislike gomb is itt a videó alatt, ezzel is kifejezheted a véleményedet, ha pedig kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, tehát egy Facebook csoportunk, és utóbbinak Partizán társalgó a címe. Ide is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtalálsz bennünket Instagramon is, Partizán Politika néven, illetve ha nem szeretnéd nézni, vagy jobban szeretnéd hallgatni a Partizánt, akkor azt is megteheted, mert az összes jelentősebb podcast platformon elérhetőek vagyunk. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.